Ma 61 éve a londoni Wembley-ben a Puskás Ferenc vezette aranycsapat 90 év után első kontinensről érkezett válogatottként jött ki győztesen a három oroszlán barlangjából. Az évszázad meccsén 6-3 lett ide, most a múlt tükrében ejtünk szót a jelenről is, majd a forfortú főszerkesztő és Puskás intézetet is vezető Szőlősi Györgyel, aki lapjában legutóbb, hát nem a Fúrá Optimizmus cikkét írta meg a magyar fociról. Jó reggelt kívánok, szervusz Gyuri! Jó reggelt kívánok. Kezdjük a múltal. Ha egy kicsit felidéz a, azt, hogy az ötlet maga hol meg hogyan született arról, hogy, hogy hát elmenni az oroszlán borlongjába és meghúzkodni a bajszát. Igen, a sokszor elmesélt, megírt legenda szerint a Helsinki Olimpia elődöntőjében, amikor egy fantasztikus játék rúgott elő a magyar csapat, és 6-0-ra győzött Svédország ellen, akkor a lelátón jelenlévő Stanley Rouse, aki később elnök, meg FIFA elnök is lett, később angol a elnök, akkor azt hiszem még főtitkára volt. Ő vetette föl, hogy, hogy nagyszerű dolog lenne, hogyha Angliában lépne föl ez a nagyszerű új csapat, amely hát tulajdonképpen az olimpián hívta fel magára olyan mértékig a figyelmet, hogy akkor már tulajdonképpen jó ideje veretlen volt, több mint két éve nem kapott ki, aztán meg is nyerte az olimpiát, azóta nevezzük aranycsapatnak Szepesi György nyomán, és ak akkor kezdték azt elhinni az igazán komoly ellenfelek, hogy na itt van egy új, új erős, nagyszerű csapat, és ez, ez média szempontból, meg marketing szempontból is egy nagyszerű eseménynek ígérkezett, hogy a 90. Éve, éve, év, év, uh, születésnapját ünnepli angol szövetség, amely végül is egy Európa válogatott elleni meccsel ünnepelte a születésnapját, <hül> majdnem egy hónappal korábban, de mégiscsak ebben az évben. Uh, játszon, az a, és az, az angol csapat, amely még nem kapott ki otthon kontinensről érkező csapattól, játszon ezzel az új csapattal a magyar válogatottal, amely pedig évek, akkor már három éve nem kapott ki, közben az Európa kupát is, az Európa bajnokság elődjét megnyerte 53 tavaszán és így aztán föl lehetett vezetni ezt a meccset úgy az angol sajtóban, mint az évszázad mérkőzése. Ez az elnevezés, amit azóta is használunk, az a meccs előtt született, tehát mint egy, mint egy nagy világbajnoki ö, box cím meccset, úgy, úgy vezették föl, hogy itt vannak az angolok, akik verhetetlenek a wembley és itt vannak a magyarok, akik verhetetlenek már három éve mi lesz az ő összecsapásukban? Hát tényleg az évszázad mérkőzése kerekedett belőle. Azt mondd meg, hogy minek utána ennek a mérkőzésnek, általában az aranycsapat minden egyes rezdülésének, de maradjunk ennél a mérkőzésnek, ennek a mérkőzésnek minden körülményeit igyekszik, igyeksznek még ma is kideríteni, felkutatni, pontosan a helyére tenni, és az előbb azt mondtad erre a bizonyos Helsinki-ben született a legenda szerint. Ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban mi az a legérdekesebb momentum, amiben nem lehetünk biztosak, amit, amit még ki kell deríteni, a, amelyben még az ember számíthatna, és lenne szüksége bizonyos forrásokra, vagy valamilyen megerősítésre. Érdekes, hogy tényleg ez az egyik legjobban dokumentált meccs, hát, ha csak azt vesszük, hogy Feleki László 90 perc címmel könyvet írt, amelyben feldolgozott tulajdonképpen az egyetlen egy mérkőzést. A BBC jóvoltából megvan a meccs teljes felvétel, ami egy nagy dolog, hiszen például a egy évvel későbbi világbajnoki döntő teljes felvételét a németek nem tudták még több forrásból sem összeszedni az 50. évfordulóra, és az egy külön fejezet lehetne egyébként, hogy a beszélgetésünkben is a magyarországi utóélet, hiszen, hiszen Magyarországnak nem volt meg a meccs teljes felvétele Magyarországon, jól lehet tényleg a magyar futball legdicsőségesebb és legnagyobb hatású 90 percéről beszélünk, Magyarországon egészen méltatlan volt évtizedeken át, nyilván sajátos politikai okai is voltak ennek, ennek a mérkőzésnek az utóélete. Hogyha mást nem említek, csak azt, hogy magát a meccset szerve senki nem látta a magyar futballban dolgozók közül, meg hát a szurkolók közül sem. Ugye annak idején Angliában már volt élő televízió közvetítés, Magyarországon nem volt, itt a rádió közvetítette, Szepesi György fantasztikusan tolmácsolta, de effektíve látni nem látta senki a a mérkőzést, aztán ez, aztán ez nem volt probléma, amikor elindultak a nemzeti televíziótársaságok egymás után Európában. Maga a Franz Beckenbauer elmondta, hogy számtalan szor látta a meccs felvételét gyerekkorában, és ámulva nézte, és próbálta utánozni a magyar legendák mozdulatait. Eközben Magyarországon ö, soha senki nem láthatta, egy ideig nem is beszéltek róla, aztán elkezdődtek a, a negédes visszaemlékezések és a nosztalgiázás anélkül egyébként, hogy valaki a tényleges szakmai tartalmával foglalkozott volna, vagy ténylegesen látta volna mondjuk Há, erre a Erre mondják ko konkrétan, hogy szájról szájra száll, tehát hogy Igen, csak lehetett volna ez látni. Ez, ez azért hihetetlenül abszurd és tragikus, mert közben filmkockáról filmkockára elemezték a világban és képzési rendszereket építettek erre, miközben Magyarországon 30-40 év múlva is legfeljebb odáig jutottunk, hogy az évszázad mérkőzése, és még játékfilm is készült, ahol egyébként szintén nem látunk ugye egy, egy kockát sem a, a mérkőzésből, és volt egy egyébként uh, gyalázatosan összevágott uh, összefoglaló, ami ment a filmhíradóban, ahol nem az adta a gólpaszt, aki valóságban adta. Tehát tényleg, tényleg a, ennek a hihetetlenül nagy hatású meccsnek a, a, a megcsúfolása volt ez az egész, ami Magyarországon következett. És ez azért fájdalmas, mert, mert sokszor halljuk, Manapság is még az, hogy túl kéne már ezzel lépni, nem ezzel kéne foglalkozni, valóban jó volna túl lépni rajta. Csak, csak, először meg kell csak elő, előtte meg kellett volna ismerni, hiszen nem dolgoztuk fel, Nem. amiből nagyon sokan profitáltak a világban, abból épp, éppen a magyar futball nem. Ez azért is érdekes, mert ugye itt összekötve a jelennel fontosnak vélem azt megbeszélni, hogy, hogy miért kell ismerni egy adott labdarúgó kultúrának a saját hőskorát a jelen megértéséhez, és hát itt már rögtön elébe vágtál ezzel a választal. Az a helyzet, hogy, hogy futballtradíciókról beszélünk, meg van egy magyaros iskola, és ugye ha jelenben vagyunk, még most is azt kell mondanunk, hogy ennek a, a megismeréséhez, hát, hogy mondjam, tehát tudásanyag hiányunk van. Igen, illetve, Meg hiányunk van. illetve itt megszakadt egy olyan kontinuitás, ami, ami az alap, mint minden kultúrának, a futballkultúrának is az alapja, hogy valóban az öltözőben egymásra hagyományozzák a generációk, nem csak az apró szakmai a, a sportemberi példamutatást és mindent, amit nehéz így szavakba önteni csak hát itt ugye először, először is az aranycsapat három szupersztárja 1956 után külföldön, külföldön, maradt, és azt a hihetetlen népszerűséget és tudást, amit a Real madrid a Barcelonánál megszereztek, felhalmoztak, azt nem tudták a magyar futballjavára fordítani. Elmondhatjuk azt, hogy, hogy edző generációk tanították külföldön futballozni a világot. A, a, magyar edzői kar színe java emigrációban dolgozott ugyancsak. Tudjuk, hogy a teljes ifjúsági válogatott külföldön maradt 1956 után. Egyes feljegyzések szerint 12 ezer igazolt labdarúgó hagyta el az országot a 200 ezer emigráns között. És ez egy olyan érvágás volt, amit egyébként nem, nem, nem követett a nagy politika részéről futball újjáépítési kísérlet vagy koncepció. Tehát tulajdonképpen egy, egy lassú halára volt ítélve a, a magyar labdarúgás, amelyet soha többet az 54-es elveszített világbajnoki döntő után hivatalosan állami koncepció mentén nem fejlesztettek sem, sem az infrastruktúráját, sem, sem, szakmailag, hanem szép lassú halára ítélték. Azt mondanak, hogy szerinted ebben a helyzetben, amikor a, az ember kulturális tradíciója egy ilyen nyomósokból megszakadt, és a helyreállítása, a helyrezökkentése volna a feladat, akkor mennyiben lehet ebben, ennél a munkánál arra az iparági tudásra támaszkodni, ami közben külföldön felhalmozódott. Tehát amikor azt mondjuk, hogy, hogy külföldi szakembereket hívunk, vagy akár külföldön dolgozó magyar szakembereket hívunk, jelesül mondjuk itt a szövetségi kapitány, aki nem ebben a futballkultúrában töltötte az elmúlt éveket, ebben a, hogy, hogy, kell figyelni, hogy talál vissza az ember szerinted a gyökereihez? Igen, először is, miután ezt, ezt konstatálni kell, hogy megszakadt ez a hagyomány, megszakadt ez a folytonosság, és ma azok az emberek dolgoznak, ma már edzőként a profi kluboknál, meg az utánpótlásban is, akiktől igazából nincs mit tanulni, legfeljebb a rosszat, hiszen ők maguk is már nagyon sikertelen, egy erköltség nagyon elzülött futball részesei voltak, és csak ezt tudják tovább örökíteni, ezt a szörnyűséget. Ja, akkor nem kell önérzetesnek lenni, hogyha külföldi edzőkről beszélünk, még, még, akkor sem, hogyha szövetségkapitányról beszélünk, bár az nyilván egy, egy sajátos kérdés, és, és hát valószínűleg vannak olyan ö, országok vagy futballkultúrák, amelyekben elképzelhetetlen az, hogy külföldi legyen a nemzeti csapat edzője. Én mégis azt mondom, hogyha a világnak több mint 80 országában ö, Fogadtak be magyar edzőket szövetségi kapitányként az elmúlt száz évben. Tehát a világ több mint 80 országában volt valamikor rövidebb, hosszabb ideig magyar nemzetiségű szövetségi kapitány. Akkor most, amikor ennyire nehéz helyzetben vagyunk, és ennyire nincs már szakmai muníció idehaza, akkor nem kell önérzetesnek lenni, és nyugodtan lehet hozni külföldi edzőket. Persze egy szövetségi kapitány nem fogja meg, nem attól jó egy szövetségi kapitány, hogy külföldi, természetesen, sajnos erre is az élet tanított meg bennünket. Voltak még olyan nagy, nagy játékos múltal rendelkező, nagynevű külföldi szövetségi kapitányaink, akiknek a kinevezése ugyanúgy elvesztegetett időt eredményezett, mint ahogy az utóbbi szövetségi kapitányoké. Tehát inkább azt kellene már látni, hogy van egy olyan egységes szakmai koncepció, vagy egy olyan olyan stáb vagy egy olyan szakember, aki a válogatottat és közben az egész magyar futball szakmai megújulását menedzselni tudja, amiben egy nagyon fontos rész a válogatott, ez kétségtelen, hiszen az egész futballreformnak a kirakata a válogatott, és ezért egyáltalán nem mindegy, hogy kiül a válogatott kispadján, és hogy miként szerepel a válogatott. Hát de a klubkultúrákat és tradíciókat is helyre kell állítani. Ez így igaz, ez így igaz, ami, ami, meg nyilván nem megy fölülről, tehát ez meg, ez meg az egyes kluboknak a, a feladata volna. Hát Gyuri, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Magyarán arról beszélünk, hogy hát ilyen jellegű üzenete is van az Aranycsapatnak, hogyha az ember a, a múltat alaposan megvizsgálja. Köszönöm szépen. Köszönöm.